Nagyszerű érzés. Örülök, hogy visszatérettem. Most már 2,5-3,5 után volt egy Michelin kitérőm is, úgyhogy azt kell mondjam, hogy nagyszerű érzés visszatérni a PMFC-be. Miért jöttél vissza? Egy azért, mert én is hasonló célokat tűztem ki magam elé, mint a PMFC. Szeretnék visszakerülni egyelőre az MB2-be, aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. De mindenképpen magasabb célokért, hasonlókért, mint a PMFC képvisel. Hogyan képzeled egy pályafutásod itt, tehát most inkább csak a közeli jövőben, hogyan tervezed a tavaszt? Nem szeretek hosszú távra tervezni, mindig hétről hétre. Szerintem ez a kifizetődő, szóval először legyen túl egy sérülésmentes felkészülésen is, utána mindenképpen célfelítás. Szünet az ilyen felemás, ugye nagy összepihenéssel, meg a ránk kiszabott egyéni feladatokkal tudik. Ez az elég hosszú időszak volt ez. Ez miatt ki is lett tolva az őszi idénnek az edzései, mert a bajnokság csak március 3-án kezdődik. Nagyon hosszú idő az ugye. És nem ez miatt kicsit hosszúra sikerült, de azért nem mennek jó volt ki feltöltődnie, meg elkezdeni. Már várta az ember, hogy azért lejöjjön és azért újra találkozzon a társak, és belevágjunk a lecsóba. Hogy érzed magad jelenleg? Most igazából csak bemelegítettetek nagyjából, de hogy fizikailag? Hogy fizikálisan mondom, mivel hogy azért volt mindenkire kiszabott egyéni program, ezért azt gondolom, hogy nincsen probléma senkinek se a fizikális dolgaival. Én személy szerint én örülök, hogy volt ez a szünet, mert volt egy térsérülésem, amit nem nagyon tudtam a bajnokság közben kiheverni, mert ugye folyamatosan ugye terhelve volt, de ez most hála Istennek meggyógyult. Aztán most reméljük, hogy sérülésmentesen végig tudjuk csinálni ezt a felkészülést, és akkor már én már nagyon várom a félszezont, úgyhogy legyen az első mérkőzés. Hogyan láttok neki a tavasznak? Hát kérdésre csak azt tudom mondani, hogy mindenképpen meg szeretnénk nyerni ezt a bajnokságot, minden meccset meg szeretnénk nyerni. Nincs más cél, hanem csak az, hogy feljutni. Azt gondolom, hogy a tavalyi eredmény is említése méltó volt, mivel hogy rengeteg fiatal játékossal, olyan játékosokkal, akinek még nem is nagyon volt, szinte NB-s mérkőzésen másodikán tudtunk végezni. Ez látszott is, hogy ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, hogy följebb kerüljünk egy osztályt, ahhoz mindenképpen kell rutinos tapasztalatabb játékosokat igazolni. Ez meg is történt a nyáron. Olyan játékosok, akik már ugye régebben is fociztak itt, nagyobb rutinnal rendelkeznek. Én azt gondolom, hogy az őszi szezonnak az első 3-4 meccsén volt egy kis hullámvölgyünk, de abból kijöttünk. Ez mutatja a csapat erejét, és utána 11 mérkőzésen, 12, azt hiszem, hogy 12 mérkőzésen nem találtunk legyőzőre. Ezt szeretnénk ugye folytatni tavasszal. Ott már azt mondom, hogy nem lehetnek ilyen döntetlenek se olyan csapatok ellen. Azért volt egy-két elhullajtott pontunk, aki ellen nem kellett volna. Ez nem fog beleférni a tavasszal, de én tartom olyan erősnek ezt a csapatot, hogy ezt meg fogjuk csinálni.